böllér reggeli, pálinka disznókörömből. Ezekkel is találkozhattak mindazok, akik segítőként vagy érdeklődőként részt vettek az Ajkarendekért Egyesület által 15. alkalommal megszervezett hagyományőrző disznóvágáson a Rendeki Művelődési Ház udvarán január 14-én. A délelőttön napsütéses meleg idő, már csak nem tavasz volt. A résztvevőket délelőtt házi zsíros kenyérrel, pálinkával, forralt borral, narancsos teával kínálták. Pákai Péter önkormányzati képviselő saját borából ajánlott fel, és többen vittek bort, házi pálinkát is. A disznó szétbontását követően a résztvevők elfogyasztották a böllér reggelit, ami hagymával együtt megsütött májból és húsból állt. Reggel 7 órakor levágtuk a disznót, Rendeki családtól sikerült megint venni, mindig előtérbe helyezzük a Rendeki családokat, és mindig örülünk, hogyha innen tudunk venni disznót. Utána felhoztuk ide a kultúrháznak a területére, és aztán meg lett perzselve a coca, és a perzselés után, amikor levették a körmöt, akkor áldomást ittunk az, hát a volt kis életére, megköszönve, hogy fölajánkozott ott az egyesületi életünknek, és megkóstoltuk a házi készítésű pálinkákat körömből. Utána le lett pucolva, aztán fölkerült rendfára, és amit most már láttok, hogy már csontozzák és szedik szét a húsokat a férfiak, és közben persze kóstolgatják, úgy látom, a vörösbort és a pálinkát. És mivel nem olyan nagy a disznó, most nagyon be kell osztanunk, hiszen estére, vacsorára várjuk Falu Apraja nagyját, és akkor ott azonban lesz sült hús, kemencében sült hús, meg kemencében készült káposztás hús, húsos káposzta, bocsánat, illetve ebbe az évben, na ez a rendhagyó, hogy nem húsleves készül, hanem alföldi húsgombócleves támogatott meg a Suzi, és most az asszonyok ott benne az előkészületeket már meg is tették. Az évek során 10-12 főből álló összeszokott társaság végzi a munkák nagy részét, de rajtuk kívül is volt még segítség. Amíg a férfiak az udvaron dolgoztak, az asszonyok a konyhában és a teremben készítették elő a főzéshez a zöldségeket, főzték a rist, készítették a hurkát és a kolbászt, amelyet a szalonnával és sonkával együtt a közösségi rendezvényeken fogyasztanak majd el. Az első adagot már a jövő hónapban. A következő rendezvényünk február 18, a farsangi időszaknak a végét még lezárjuk gyorsan egy farsangolással, és akkor a most készült hurkák, kolbászok kerülnek a vacsoraasztalra, illetve akkor is lesz egy jó kis káposztásétel, meg hát az elmaradhatatlan hájas tészta.